A Porcsalmai Szociális Szolgáltató Központ nem csak helyben, további 6 településnek biztosítja az idősek, fogyatékkal élők és demens betegek ellátását. Az intézményben elérhető alapszolgáltatás és szakellátás is, az ellátottak létszáma közel 800 fő. A központ a napokban ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját, ahol beszámoltak az eddig elért eredményekről. EAOP-os, TIOP-os pályázatokat, hazai forrású pályázatokból 155 millió forint értékben végeztünk infrastruktúrális fejlesztést, és ezen kívül a dolgozók képzésére is közel 20 millió forintot áldoztunk az elmúlt 10 évben. 6 évig önkormányzat fenntartásában működött az intézményünk, az utóbbi 4 évben pedig a helyi református egyházközségnek a fenntartásában működünk. A jubileumi ünnepségen részt vett a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár is, aki azt hangsúlyozta, csak ott jöhet létre ilyen integrált központ, ahol a munkatársak, akikre rá vannak bízva az ellátottak, hűséggel, odaadással és elkötelezetten végzik a munkájukat. Azt látjuk ennek a szolgáltatásnak is a példáján, hogy rendkívül fontos, hogy a helyi közösségeink megerősödjenek. Valóban ezek a helyi közösségek látják helyben, ki a rászoruló ember, ki a támogatásra szoruló, és megpróbálják megszervezni mindazokat a segítségeket, amiket a kormányzat a szabályozáson és a finanszírozáson keresztül biztosít a számukra. Ezt illesztik össze a helyi közösségben élő rászoruló emberek megsegítésére. Ennek egy jó példája ez az intézmény. Az ünnepség végén a résztvevők kis papírokra írt jó kívánságaikat léggömbök segítségével a magasba emelték, bízva abban, hogy valamennyiük óhaja teljesül.